Excellenciás püspök atyák, tisztelt hallgatóság, dicsértessék a Jézus Krisztus! Igazságos-e, hogy az univerzum tágul? Igazságos-e, hogy a holdon kisebb a tömegvonzás? Igazságos-e, hogy míg a stroncium felezési ideje 25 év, a természetes uráné mintegy 5 milliárd év? Igazságos-e, hogy az ökoszisztémákat 165 millió éven át uraló dinoszauruszok kihaltak? Igazságos-e, hogy a gepárd utoléri a Tomzongazellát? Igazságos-e, hogy a nagy epidémiáknak együtt, mintegy egy egy milliárd ember eshetett eddig áldozatául? Ezek a különös kérdések, melyek száma szinte a végtelenség fokozható, arra kívánnak csupán rámutatni, hogy az igazságosság fogalma a teremtett világ törvényszerűségeivel kapcsolatban csak annyiban értelmezhető, amennyiben az az emberrel érintkezik. Ez persze sajátos optikát kíván a teremtés nézőpontjáit. A teremtésről teológiai alapon és hitünk fényében annyit tudunk megállapítani bizonyossággal, az Ószövetségnek a korabeli zsidó gondolkodás tükröző szinte gyermek ilyen naív, képszerű leírása alapján, hogy minden létezőt a teremtő akarat műve alkotott. Isten ugyanakkor a megváltó úgynevezett kisemberként való megszületése, majd kereszthalála és feltámadása által tette a számunkra világossá, hogy a teremtés minden művének célja Jézus Krisztus és az ő képmását viselő ember. Ebben az optikában jöhet csupán szóba az igazságosság kérdése. Az igazságosság fényében az univerzum objektív megismerhetetlensége, szélsőséges törvényei, a földi élet evolúciója, a tápláléklánc könyörtelensége, stb. csupán az emberre tekintettel értelmezhetőek. Az igazságosság erénye a teremtett világban tehát kizárólag Isten és ember, Illetőleg ember és ember kapcsolatában nyerhet helyes értelmezést. A római katolikus vallását gyakorló világi jogászként én csupán ember és ember kapcsolatáról szólhatok hitelesen. Az isteni igazságosság jelentésének megragadása tőlem legfeljebb tanúságtétel keretében volna elvárható, ugyanakkor részemről nem ezért jöttünk itt össze. Ugyanakkor azt sem zárhatjuk ki persze, hogy a szakmai megszólalás szükségszerűen tanúságtétel lesz. Kedves hallgatóim! Én úgy látom, hogy az igazságosságnak a természettudományon kívüli tudományos gondolkodásban legalább öt komplex valósága létezik. A teológiai, a filozófiai, a szociológiai, a nyelvtudományi és a jog- és államtudományi. Ez utóbbiról szeretnék röviden szólni. Ha bárkit megkérdezünk arról, hogy milyen a jó törvény, milyen a jó bíró, milyen a jó ítélet, valószínűleg legtöbbször az igazságos jelzőt hallanánk. Ehhez képest talán meglepő, hogy az igazságosság erényének a jog- és államtudományokban egységes definíciója nem létezik. Egyetlen jogszabály sem határozza meg Magyarországon, ahogy máshogy sem, az igazságosság általános fogalmát, hanem azt meghagyja a jogon túli tényezők körébe tartozónak. Átvizsgáltam sok tucat jogszabályt, bírói döntést, az elmúlt 100-120 évre visszamenőleg, illetőleg az elmúlt közel 30 évre visszamenően alkotmánybírósági határozatokat is. És ebből azt lehetett megállapítani, hogy azért a jogvilága noha nem adáltalános definíciót az igazságosság fogalmának, a szót mégis széltében előszeretettel használja. A jogon belüli definíció hiánya csak annyira lehet zavaró, tulajdonképpen, mint az elektromosság vagy a fénytan eredményei ismeretének a hiánya, akkor, amikor fölkapcsoljuk a villanyt. Mindannyian tudni véljük az adott helyzetben, mi az igazságosság, mi az igazságos. Ehhez ugyanis az embernek érzéke van, melyet igazságérzetnek hívunk. A jogalkotás néhány területéről idéznék olyan tipikus szabályozási szituációkat, amelyekben az igazságosság jogon túli úgynevezett metajurisztikus fogalma revelál megjelenik. Először is az igazságosság a nemzetközi jog egyik alapelve. Erre egy fontos példa a szerződések jogáról, mármint a nemzetközi, államközi szerződések jogáról szóló 69. évi Bécsi Egyezmény, amelynek a preambuluma megerősíti, hogy az államok nemzetközi szerződésevel kapcsolatos vitákat egyebek mellett az igazságosság alapelvével összhangban kell rendezni. Kifejti a preambulum, hogy az egyezmény célja olyan feltételek teremtése, amelyek mellett az igazságosság fenntartható. Rendkívül fontos fordulat. Igazságosság és környezetvédelem. Az Alkotmánybíróság egy 2017 évi döntése szerint, amelyben idézték Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját, minden évben több ezer növény és állatfaj tűnik el, idézem amelyeket többé már nem ismerhetünk meg, gyermekeink már nem láthatják őket, örökre elvesztek. Túlnyomó többségük emberi beavatkozáshoz kapcsolódó okok miatt halt ki. Ehhez nincs jogunk, így az enciklika, amelyet az alkotmánybírósági határozat idéz. A földi élet megóvása utódaink részére a természetjogi kötelezettségen túl az igazságosság egyik alapkérdéséről is szól. Harmadik terület, az igazságosság, mint szakmai, etikai követelmény. Az igazságosság a különféle szakmák és hivatásrendek etikai kódexeiben általánosan érvényesülő követelmény. Különösen a vezetőbeosztások vezetői irányítói tevékenysével szemben érvényesül, illetve azokban a hivatásokban, amelyek gyakorlói tevékenység során az ember életében a legmélyebben avatkoznak be. Tipikusan ilyen az egészségügy, az oktatásügy és az igazságügy. Negyedik. Anyagi igazság, anyagi igazságosság. E két fogalom általában az eljárásjogokban érvényesül, különösen is a büntető eljárásjogban. Számos büntető eljárási törvényel büszkélkedhet, vagy inkább egyes kollégáim szerint szégyenkezhet a magyar jogalkotás. A legkorábbi, az 1896. évi 33. törvénycikk a bűnvádi perrentartásról nagy vitákat váltott ki annak idején. A korabeli jogirodalomban csak abban a tekintetben volt teljes egyetértés az anyagi igazság, mint alapelv kapcsán, hogy az nem abszolút, nem feltétlen, hanem csak az emberi igazság megvalósítása lehet, mivel minden ember, így a bíróság is tévedhet. Törekedni kell azonban arra, hogy a büntetés csak az olyan bűnöst sújtsa, akinek cselekménye kétséget kizáróan bizonyított. Csak az anyagi igazságon alapuló büntető ítélet felelhet meg az anyagi igazságosság követelményének. A rendszerváltás után a polgári eljárásokban eljárások, hathatósan erodálódott az anyagi igazságosság, különben a szocialista polgári eljárásokban kialakult követelménye. A jogi és személyjogi perekben az anyagi igazság érvényesítésének feladatát a jogalkotó a bíró kezéből kivette, és azt a felekre bízta. A bíróság feladata az eljárási igazságosság érvényesítése maradt, az állam nem atyáskodik tovább a jogvitákban. Ötödik, igazságosság és igazságszolgáltatás. Hát ez a legveszélyesebb terep. Az alaptörvény és a bírósági szervezeti törvény két fontos tétele alapján Magyarországon a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el, és a bíróság előtt mindenki egyenlő. A bírói jogállási törvény által meghatározott bírói eskü alapján a bíró a tevékenysége megkezdése előtt a bíróság elnöke előtt fogadalmat tesz. Így szól. A rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el, hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezet. Az igazság szolgáltatásának feladatát azonban több tényező is árnyalja, olykor torzítja. Ezek között a legelementárisabb befolyásoló tényező, maga a jogalkotás, amelynek tessék megkapaszkodni, deklaráltan, bevallottan nem az igazságosság érvényre juttatása az elsődleges feladata, hanem a jogbiztonságé. Kinyilvánítja ugyanis, hogy az igazságosság szükségképpen szubjektív, vagyis objektív igazságosság nem létezik. Ezt több alkotmánybírósági határozat is deklarálta. Ilyen például az 1944 és 1990 között elkövetett súlyos bűncselekmények, amelyek politikai okokból nem nyertek üldözést, üldözhetőségéről szóló törvény alkotmány a megállapítása 1992-ben. Az indokolásból idézek. A jogviszonyok igazságtalan eredménye önmagában nem érv a jogbiztonsággal szemben. És jogállamot nem lehet jogállam ellenében megvalósítani. A mindig részleges és szubjektív igazságosságnál a tárgyi és formális elvekre támaszkodó jogbiztonság előbbre való. Az ügyelőadója Sólyom László volt. feltétlenül igazat kell adnunk Izajás profétának, 45-24, csak az urban van igazság. De tegyük hozzá, éppen az igazságosság kedvéért. Ezen a világon az embertől, legyen az jogalkotó vagy jogalkalmazó, csak az igazságosságra törekvés várható el. Ez viszont már magában is nagy erény. Kedves püspökatyák, kedves hallgatóim! Az a kérdés ezek után, hogy az igazságosság fogalmának használatával nem fukarkodó jogalkotót milyen gondolat vezérli, amikor ezt a kifejezést használja? Mely forrásokból dolgozhat egyszer az igazságosság általános fogalmának meghatározását tudatosan jogon kívül hagyja? Az európai jogi gondolkodás forrása az európai szellemi örökség. Ennek fundamentuma a görög filozófia, a római jog, a keresztény vallási hagyomány és a humanizmus és felvilágosodás vívmányaiból mindaz, ami az első hárommal harmóniában áll. Ezzel egyes körökben nagy vitákat váltanék ki. Az igazságosság fogalma a jogvilágában hármas rendszerben értelmezhető: a jogbiztonság, az igazságosság és a méltányosság rendszerében. Ezek összefüggése a következő. Most nehéz mondatok jönnek, elég sűrűek az állításaim. Ezek saját, ahogy boldogult római jogász professzorom mondta, saját agyváladékaim. De tömörségük ellenére talán van igazságuk is. Az igazságosság a homogenitásban, a méltányosság a heterogenitásban érvényesülő jogbiztonság már föl is faltuk a jogbiztonságot. Nem tudom, tetszenek -e érzékelni. Ennek megfelelően a jogbiztonság és az igazságosság és a méltányosság között valóban tételeződik egyfajta rangsor, ez azonban úgy értelmezendő, hogy a jogbiztonság garanciája az igazságosság, melynek, tudnilik az igazságosságnak, korrekciója a méltányosság, mely maga is az igazságosságra vezet, és így szintén a jogbiztonságot szolgálja, melynek garanciája az igazságosság. Érezzük, ugye, hogy körülaknáztuk a jogbiztonságot rendesen. Ahogy Lábadi Tamás fogalmazott, az igazságosság a jog adaptálásának egyik eszköze, illetőleg a méltányosság alkalmazásának az útja. A méltányosság az igazságosságnak egy konkrét megnyilvánulása, mely nem csak jogalkalmazói, de egyúttal jogalkotói kategória is. A jogbiztonság megnyilvánulásai háromfélék. Érvényesülnie kell mind a jogalkotóval, mind a jogalkalmazóval, mind a jogalanyjal, önökkel, velem, mindannyiunkkal szemben. A jogalkotóval szemben úgy érvényesül, hogy a jogi normának a megszabott rendben kell keletkeznie, a jogi norma tartalmának megismerhetőnek kell lennie, a jogi norma következményének, észszerűen kiszámíthatónak kell lennie. A jogalkalmazó esetén úgy érvényesül. Meg kell valósulnia a jogalkalmazás egységének, illetőleg a végrehajtás elkerülhetetlenségének. A jogalanyokkal szemben a jogbiztonság követelménye pedig az önkéntes jogkövetésben nyilvánul meg, amelynek tetszik, nem tetszik, van egy szép és egy kevésbé szép forrása. A szép forrása az a belső meggyőződés, hogy a követendő norma helyes, zárójelpont, a másik a szankciótól való félelem. Így juthatunk el az igazságosság jogi fogalmához. Az Alaptörvény preambuluma szerint a polgár és állam közös célja egyebek mellett az igazság kiteljesítése. Mi az igazság? hangzik a Pilátusi kérdés. Az antik görög gondolkodásban az igazságosság fogalma, a dikájos szűné, mely az Iliász igazság fogalmában, a dikájomban gyökerezik. Most végigmegyek azokon az eszmerendszereken, amelyeket a, nyug a nyugati világ jogi berendezkedéseinek eszmei forrásaiként jelöltem meg, tehát az európai szellemi örökség forrásain a görög filozófián, a római jogon, a keresztény vallási hagyományon, felvilágosodáson, humanizmuson. Az igazságosság a görögöknél hasonlóan a keresztény teológiához erényetikai paradigmába merül fel. Mind az egyén, mind az állam vonatkozásában érvényesül aként, hogy igazságos az, ha mindenki megteszi a magáét, illetve mindenki a magáét teszi meg. A négy sarkalatos erény megjelenik már Platón az állam című művében, ezek az okosság vagy belátás, az erősség vagy bátorság, illetőleg a mértékletesség és az igazságosság. Az igazságosság többféle jelentésbeli síkkal bír, ez önmagában többféle igazságosság fogalmat, sőt egész nézetrendszert eredményez. Például Arisztotelész a nikomákhozzi etikában megkülönbözteti az igazságot, ha a szülő és a gyermek, vagy a polgárok viszonyában merül az fel. Az emberi igazságosságot úgy ragadja meg, mint azt a magatartást, amelynek során az ember megadja mindenkinek azt, ami őt megilleti. Valószínűleg, sőt, biztosan tudjuk ezt, hogy ez hat-hatott cicer hatott ciceróra is, amikor a legfőbb jóról és rosszról D. Finibus Malorum et Bonorum írt művében megállapította, az igazságosság az a lelki alkat, amely mindenkinek megadja a milleti. Mi az ókori róma jogtudósainak egyik legfényesebb csillaga, Ulpianus regulái második könyvében azt írja, az igazságosság állandó és örök öröktörekvés, hogy kinek-kinek a neki járót megadjuk. A középkori keresztény teológia tanításáról szólva talán a legjelentősebb egyháztanítók álláspontjára kell utalni. A IV. századi Szent Ambrus egy ekleziasztikai művébe kiemeli, az igazságosság mindenkinek megadja a magáét, nem követeli magának a másét, és a saját hasznától eltekint, hogy őrizze a közösségi egyenlőséget. Aquinoi Szent Tamás volt az, aki a számos kritikai irányzat ellenére örök érvényűen definiálta az igazságosság fogalomrendszerét. Álláspontja szerint az igazságosság többrétű. A törvényes igazságosság, vagy justitia legalis, az az erény, amely a közösség iránti kötelességek teljesítését jelenti. Az úgynevezett különös, vagy részleges igazságosság, justitia particularis, az egyes személyek iránt megnyilvánuló igazságosság, melynek két további síkja van, a kölcsönös igazságosság, justícia commutativa, és az osztó vagy elosztó igazságosság, justícia distributiva. Szent Tamásnál tehát az igazságosság általános erény, virtus generalis, érvényesülést kíván mind az egyén saját magával, mind másokkal, más egyénekkel, a közösséggel kapcsolatos viszonyaiban, és mindig a közjóra irányul. A politikai igazságosság a közösségnek az egyén felé irányuló viszonyában osztó igazságosságként értendő, a törvényes igazságosság pedig az egyénnek a közösség felé irányuló viszonyában érvényesül. Az egyének közötti úgynevezett kölcsönös igazságosság lényegében a mást nem sérteni, és kinek, kinek a neki járót megadni, főparancsok megragadása. Annál többet adni, mint ami jár, nem egyszerűen igazságosság így Szent Tamás, hanem magnanimitás, nagy lelkűség, amely növeli az igazságosság jóságát. Arisztotelészre hivatkozva emeli ki Szent Tamás, hogy a kölcsönös igazságosság érvényesítésének a bíró a fő letéteményese. Több bíró kollégám is van itt, biztos örülnek, hogy az európai gondolkodás egyik atya Arisztotelész ilyen szép mondatot fogalmazott meg a bíró definíciójaként. Tehát először Szent Tamás. A bíró parancsoló és irányító módon adja meg mindenkinek, ami a magáé, mivel, itt Arisztotelész, a bíró a lélekkel rendelkező igazságosság, a fejedelem pedig az igazságosság őre. A felvilágosodás szellemi atyaira ugorva, az igazságosságról vallott nézetek körében négy közös vonás mutatható ki. Az első az igazságosság fogalom demoralizációja, vagyis az eddig uralkodó erényetikai paradigmából való kiszakítása. Az igazságosságnak már nincsen abszolút, azaz a transzcendensből fakadó fogalma, hanem annak tartalma a társadalmi szerződésem, mint megállapodáson alapul. A második általános vonás az igazságosság fogalmi súlypontja áttevődik a társadalom és az egyén kapcsolatára. A harmadik az, hogy az igazságosság kiterjedt fogalmi rendszere leszűkül az osztó A negyedik szerint az igazságtalanság nem más, mint a társadalmi szerződés megszegése, amelyből azt a vérszegény, halszagú igazságosság fogalmat kapjuk, hogy az nem más, szeretem a halat különben, mint a társadalmi szerződés normáinak mindenki által való egyenlő betartása. Ezek a állítások igazak többé-kevésbé Descartes, Hobbes, Russo, Montesquieu, Spinoza, Hume és Kant, sőt az összes elmélet legfőbb kritikusának, a 20. századi John Rawlsnak is a nézetei kapcsán. A demoralizációt azonban elveti például Locke és Leibniz, míg Montaigne és Pascal szkeptikus az igazságosság egyáltalán való meghatározhatóságával összefüggésben. Az utolsó ö, személyiség, akit szeretnék idézni az igazságossággal kapcsolatban, és most igazán föl kell kötnünk, amink van, mert egy matematikus lesz, igaz, hogy polihisztor, Leibniz. Egy nemrég publikált művébe van ilyen is, nemrég publikált műve szerint, az igazságosság az a lelkület, amely senkinek sem akar kárt okozni, szükségtelenül. Az érdekeket az igazságosság fényében Leibniz a matematikus gondosságával mérlegeli. És akkor most kell felkötnünk. Ezek szerint igazságos. Egy. Nyomorúságra jutás nélkül segíteni más nyomorúságán. Kettő. Saját nyereség megszűnése nélkül elhárítani más kárát. Három. Saját nyereség megszűnése nélkül nyereséghez juttatni a másikat. Négy. Nyereségre tenni szert azon az áron, hogy más valaki nem jut nyereséghez, de nem is szenved kárt. Kármentesnek maradni, nem nyerni, azon az áron, hogy más károsodik. Utolsó. A nyomorúságot elkerülni más kára, vagy akár nyomorúsága árán. Ezzel szemben igazságtalan. Valamivel kevesebb van. Nyomorúságra jutni, hogy más valaki ne szenvedjen kárt. Ez igazságtalan. Kárt szenvedni azért, hogy más valaki nyereségre tegyen szert. Nyereségre tenni szert azon az áron, hogy más valaki kárt szenved. Nem tenni szert nyereségre miközben más valaki kárt szenved. Kármentesnek maradni azon az áron, hogy más nyomorúságra jut. Az igazságosság tehát a jogbiztonsághoz hasonlóan a jogalkotót, a jogalkalmazót és a jogalanyt is kötelezi. A jogalkotó aként, hogy az negátolja, hogy ki ki az erkölcs keretei között, nagyon fontos, Büspök is hangsúlyozta, és az adottságai szerint részesüljön a vagyon és szellemi javakból, illetve viselje az egyéni és a közös terheket. A jogalkalmazót úgy köti, hogy azt tartsa szem előtt, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, a jogszabályt mindenkire nézve egyöntetően kell alkalmazni. A jogalanyra pedig úgy, hogy a törvény által meghatározott tűrés határon túlmenően mást nem sérthet, és kinek kinek megadja legalább mindazt, ami a törvény keretei között annak jár. Tisztelt hallgatóság! Ez tehát az igazságosság a jogvilágában. Így önmagában azonban korrekcióra szorul. Korrekciója a méltányosság. Megint csak Arisztotelészhez kell visszamennünk. A Nikomakhoszi etikában úgy definiálja a méltányosság fogalmát, epieikeia, hogy azt állíthatom, hogy egyetlen modern jogtudós sem tudja pontosabban meghatározni. Szabó Miklós fordításában engedjék meg, hogy felolvassam ezt. A méltányos dolog igazságos, dikájon ugyan, de nem a törvény szerinti értelemben, hanem úgy, hogy mint egy kiigazítása a törvény szerinti igazságos dolognak. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a törvény mindig csak általános érvényű, viszont bizonyos dolgokban általános érvényel nem lehet helyesen intézkedni. Oly esetekben tehát, amikor mégis okvetlenül kell intézkedni általános érvényel, holott pedig ezt helyesen megoldani lehetetlen. A törvény mindig a nagy átlagot veszi, de amellett nagyon jól tudja, hogy ebben az eljárásban hiba van. És mind a ez jól van így, mert a hiba nem a törvényben van, sőt nem is a törvényhozóban, hanem a tárgy természetében. Hiszen az emberi cselekvések tárgya eleve ilyen természetű. Oly esetben tehát, mikor a törvény intézkedik ugyan általános érvényel, de felvetődik valami kérdés, amely az általános határozatokon kívül áll, az a helyes eljárás, hogy amiben a törvényhozó hézagosan járt el, és előírásainak túlságos egyszerűsítése révén esetleg hibázott, ott helyre kell hozni a mulasztást úgy, ahogy valószínűleg maga a törvényhozó is kívánná, ha véletlenül jelen volna, és ahogy ha ilyen esetről tudott volna, már a törvényben is intézkedett volna. Tehát a méltányosság lényege a törvényt helyesbíti ott, ahol abban az általánosítás miatt hézag mutatkozik. Ez a zseniális meghatározás annyira hatott nem csak ránk, úgy látom az arcokon, hogy most talán önökre is hanem a legfényesebben gondolkodó ókori Róma zseniális juristáira, jogtudósaira is, akiknél ez a hatás úgy csapódott le, hogy az addig megkérdőjelezhetetlen tartalmú egyenlőség ékvitász fogalmát kifordították, és a méltányos, hát ennek hosszú esettana van, ezt most nem fogom idézni, megváltozott az ékvitász jelentése, és méltányosságot jelentett. Ez pedig azért érdekes, mert a római jog folytán valamennyi latinajkú jogrendszerben, franciától kezdve sok jogrendszerben, talán csak a germán jogokban nem, de ott csak a szó különbözik, nem a jelentéstartalom, az ekvitászból származó szavakkal írják le az a méltányosság fogalmát. Valamennyi angol szász jogrendszer és a latinajkú többi nyugati jogrendszer. Kedves hallgatóim, most, hogy látjuk elméletben hol az igazság. Arany Jánost idézve, hadlám a gyakorlat merre viszem már most. A következő felkavaró és tragikus esetek rámutatnak arra, hogy az igazságosság talán nem is annyira emberi léptékű feladat. Első eset. Egy pár életének fő célja az volt, hogy gyermeket nevelhessen. Bő egy évtizedes próbálkozás és az orvostudomány csodája folytán végül gyermekáldásban részesültek. A csoda persze itt a teremtés. A gyermek szépen cseperedett, egy erős gimnáziumban jeles tanuló, jó versenyző több tárgyból is, kellemes közösségi ember. Barátai vannak. Egyszer azonban a terhükre válik. Egy alkalommal többen összefognak, Ádásztervet szőnek, meggyilkolják. Előre kitervelten, aljas indokból, aljas célból, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen állapotát kihasználva. A nyomozóhatóság a rendkívül súlyos bűncselekmény motivumaként, indokaként, mozgatórugójaként egyedül azt tudta feltárni hosszas nyomozás után hogy az áldozat gyermektársai terhére vált. Hol az igazság? Hol az igazságosság? A büntettesek a fiatal korúakra kiszabható legsúlyosabb büntetést kapják, 15 év tartamú szabadságvesztést. A szerencsétlen áldozatén túl sok élet lett oda. Szüleié, a tetteseké, a tettesek szüleié. Sohasem láttam olyan szürkésbarna arcot, mint a tárgyalóteremben megérkező fájdalmas szülők arcát. Hol az igazságosság? Hol az igazság? A szülők később egy polgári perben komoly összegű kártérítést kaptak, amelynek megfizetésére a bíróság nyilvánvaló nevelési hibára hivatkozva közvetlenül a bűnelkövetők szüleit kötelezte egyetemlegesen. A szakma egy része felhördült. Szerintük a bíróság azt mondta ki, hogy a szülőknek objektív felelősségük van a gyermekük jellemének épülésében, holott a polgári törvénykönyv nem ismer ilyen felelősséget. Mások szerint a bíróság a nevelésről szóló erkölcsi normát jogi normává formálta, márpedig ezzel jogot alkotott, ami nem megengedett. Megint mások szerint a kártérítésről döntő bíróság nem vizsgálhatja, hogy a szülő megfelelően neveli a gyermekét, azt legfeljebb a gyámhatóság ellenőrizheti. Az ítélet minden esetre jogerős. Akkor mi is a jogbiztonság, és mi az igazságosság? Második eset. Egy világhírű magyar művész a sikerben úszva egészséges gyermeke nevelését teljesen elhanyagolja. Hol az igazság? Hol az igazságosság? A gyermek felnő, elzüllik, drogfüggő lesz. A kábítószer megszerzéséhez szükséges anyagiak megszerzéséért kisebb-nagyobb bűncselekményeket is elkövet. Hol az igazság? Hol az igazságosság? A híres művész a gyermekét erkölcstelen életmód folytatására hivatkozással, végrendeletében kitagadja. Hol az igazság? Hol az igazságosság? A művész meghal, és most nem mondják kérem, hogy itt az igazságosság. Itt az igazság. A gyermek pert indít az elhalt örökösei ellen. A bíróság kimondja, hogy a kitagadás okaként megjelölt erkölcstelen életmód kialakulásában jelentősen közrejátszott a végrendelkező mulasztása, a nevelés és a törődés hiánya. A kitagadás érvénytelen, a gyermek jogosult a köteles részre. Az ítélet jogerős. Hol az igazság, hol az igazságosság? Harmadik, utolsó eset. Egy fiatal asszony várandós lesz. Végigjárja a kötelező vizsgálatokat amelyek semmilyen különösebb problémát nem mutatnak. A gyermek megszületik. Down-szindrómás. Hol az igazság? Hol az igazságosság? A szülők a maguk és a gyermek nevében eljárva pertindítanak kártérítés iránt. Kérik, a bíróság kötelezze az egészségügyi szolgáltatót érzelmi sérelmei kompenzálásaként, valamint a gyermek betegségével összefüggő nevelési többletköltségek tekintetében kártérítés megfizetésére. A szülők saját jogukon pert nyernek, azonban a gyermek kártérítési igénye elbukik. Amit nyilván saját jogán, de a szülei törvényes képviseletébe terjeszhet elő. A gyermek kártérítési igényének elutasítása számos okon nyugszik. Legfeljebb szociális juttatásra tarthat így csupán igényt. A döntés indokai: 1. A betegség nem műhiba eredménye. 2. Az egészséges és a fogyatékos élet között rangsor nem állítható fel. 3. Az élet nem lehet kár. 4. A gyermek beteg létezésének egyetlen alternatívája volt a meg nem születés. Öt. A magzatnak nincs joga a meg nem születésre. Hol az igazság? Hol az igazságosság? Később hasonló ügyben a legfelsőbb bíróság elvi határozatban kimondta, hogy hasonló esetekben az egészségügyi szolgáltató felel a vagyoni károk körében a károsodottan született gyermek teljes felnevelési költségéért, nem csak a többletköltségért, nem csak a különbözetért. Ennek oka végső soron pedig az, hogy a gyermek megszületett. Hol az igazság? Hol az igazságosság? Az egészséges létből és a fogyatékosságból eredő költségek elkülönítésének ugyanis nincs jogi alapja. Mindeközben az Egyesült Államok New York államában engedélyezik a last minute abortuszt és eltörlik, ez talán még bestiálisabb, eltörlik a súlyosabb büntetés lehetőségét azokban az esetekben, amikor a bűncselekmény áldozata várandós nő és vagy annak magzata. Hol az igazság? Hol az igazságosság? Tisztelt püspökatyák, tisztelt hallgatóim, Krisztusban kedves testvérek! Az igazságosságnak, mint láttuk, a jog szikár világában képlékenynek tűnő szerepe van. Az igazságosság semmi esetre sem lehet az ember műve. Az igazságosság erénye ebben a világban tehát csak azáltal érvényesülhet, ha abban az embert szerető, háromságos Isten akaratát keressük és fedezzük fel. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.